nekem nagyon imponál ez az ötlet, hogy filmdrámát, mert hogy ez egy nagyon, ez egy drámai sztorinak a szkriptjének tűnik az én számomra, hogy itt a rabszolgák az embereknek a nyomorúságának a fölött értetlenkednek meg szánakoznak. Vagy gyűjtés szervezünk a megmentésükre. Nekem az a problémám, hogy a Lucas az új epizódokkal olyan mértékben gyalázta meg a szériát, hogy abból a mély gödörből kirángatni, hát szerintem borzasztó nehéz. Tehát ugyan jól tudom, a J.J. Abrams-re vár a feladat, hogy próbálja meg az életbe visszahozni a midichlorián mérgezésben elhunyt legendákat. Tehát ezt én nagyon nehezen tudom elképzelni azt a Star Wars-t, amit újra komolyan lehet venni. Főleg úgy, hogyha majd visszatér nekünk a 80 éves Harrison Ford, meg ilyeneket kell nézni. Ez nem tudom elképzelni jelenleg. A 80 éves Leia hercegnő milyen gyönyörű lesz. De egyébként, tehát én bízom J.J. Abrams-en, hogy ő föl fogja tudni támasztani a Star Wars-t. Nem tudom, hogyha láttátok a két új Star Trek filmet, akkor egy valamit nagyon bebizonyított a J.J. Abrams, hogy tud Star Wars-t rendezni. Tehát a Star Trek-et az tulajdonképpen teljesen elsztárhozósította, mert nekem egyébként bejött, nagyon sok Star Trek rajongónak nem, de bíztató. Hát az igazság, hogy ha nekem valaha valaki azt mondta volna, mondjuk az új epizódok mielőtt kijöttek, azt mondta volna, hogy a Disney kezében jobb helyen lesz a Star Wars, mint a Lucas-éban, akkor elküldtem volna, elzavartam volna az anyapicsájába. Félelmi esély, még hogy a Disney kezében. És most amikor a Disneynek így eladta a Lucas a jogokat, akkor így megkönnyebbültem, hogy de jó, Disney. Ez csodás! Láthatjuk az éneklő átvételt, meg a boldog droidokat, akik így mennek dolgozni a bányába. Hey ho, hey ho! Most azt hiszed, hogy hülyéskedsz, de volt ilyen műsor a Disney parkban. Úristen! Egy marketing szörnyetek vagyok, már látom a jövőben. Következő hír, vagy még szerintem nyugodtan hozzáfűzhetünk. Sajnálatos módon már kb. Több mint 20 éve van Disneylandben csillagtúra, Star Wars részleg. És igen, vannak táncoló Darth Vaderek, rohamoszorosok. Szörnyű látvány. Volt egy ilyen kiadás is, ugye? A valamelyik rész után kiadták ezt a special, vagy a Holiday Edition, vagy mi volt? Holiday Edition, hát az, arról ne is beszéljünk inkább. Tehát az egyszer megnézni jó, akkor ugye az embernek húzzák a fogát. Igazából alkoholnak hívják azt, amivel azt érdemes megtekinteni. Ennek a fogyasztására senkit nem buzdítanék természetesen. De anélkül nagyon nehéz ezt a filmet megtekinteni, tehát amikor Csubakkának a felesége főz, és egy főzőműsort néz, ahol a négykezű csaj tanítja főzni a vukikat, és percekig azt nézhet, hogy és főz. Tragédia, tűrhetetlen. Tehát az aztán tényleg a legalja, annál már csak jobb lett. Szerintem ebben azért mindegyet értünk. Nagyon jó lesz. Még Leia hercegnő énekel is benne, tehát az valami, hogy borzasztót akartok hallgatni, akkor mindenképpen nézzétek meg a YouTube-on. Csak egy gyors visszacsatolás, hogy ez az Indie négy sem működött már szerintem annyira. Tehát a Harrison Fordot így ilyen akciófilmekben, még az Expendables 3 talán, bár már ott is nagyon kilógott a lóra, de mindegy, majd meglátjuk.